A csütörtöki emlékmeneten részt vettek a katonaság, a belügyminisztérium és a városvezetőség tagjai is. Beograd danas po drugi put organizuje memorijalni marš Defile pobednika. To je marš koji se održava u znak sećanja na sve one koji su dali živote za slobodu našeg grada pre 73 godine. To je 2953 pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i 940 crvenoarmejaca. Aleksandar Vulin védelmi miniszter beszédében kiemelte, Szerbia továbbra is szabad és katonailag független lesz, és önként dönt a saját sorsáról. Mi danas sami odlučujemo o tome ko su nam prijatelji, a ko su nam neprijatelji. Mi danas sami odlučujemo kako ćemo zemlju da razvijemo, u kom pravcu ćemo da je vodimo, a to možemo zato što su nam oni izborili mesto na boljoj strani sveta. A megemlékezés pénteken folytatódik a Batajnicai repülőtéren. Már megérkezett az orosz repülő akrobata csapat, amely pénteken 12 órától mutatja be tudását. Emellett pénteken lesz először látható Szerbiában az az 1500 katona, aki a gyors reagálású egységekhez tartozik és a legmodernebb felszereléssel rendelkezik. Felvonultatják a szerb védelmi ipar legújabb termékeit, és több mint 30 katonai repülőgépet is láthat a közönség. A Szabadság 2017 nevet viselő gyakorlaton bemutatják azt a 6 MiG-29-est is, amely nemrégiben érkezett Oroszországból.